Ez egy fantasztikus érzés most itt állni, és birtokba venni az épületet. Azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem a munkatársaimnak is, de a munkatársokon túl a hallgatóinknak is. Az elmúlt hetekben volt egy nemzetközi karriernapunk, ahol már megtörtént az épület főpróbája, és a külföldi hallgatók vettek részt többek között, és a magyar hallgatók is ezen a karriernapon. De a külföldi hallgatóknak a Facebook posztjait néztem végig, és láttam azt az örömet a hallgatók arcán, hogy tényleg örülnek ennek az épületnek, büszkék arra. Azt írták, hogy ez valaminek a kezdete, amely biztos, hogy nagyon csodálatos lesz. Ez nagyon nagy öröm volt a részemről végignézni, illetve megélni mind a mai napig. Az igazi feladatok, a nehéz kihívások csak ezután jönnek, de azt gondolom, hogy ilyen hallgatói közösséggel, ilyen kollégákkal, akikkel meg tudtuk valósítani ezt a projektet. Egészen biztos vagyok benne, hogy könnyű lesz a elkövetkező kihívásokat megvalósítani, és nagyon fontosnak tartom, hogy tudjunk bizonyítani azt a felelősséget, amit ez az épület beruházás adott, azt tudjuk szolgálni, illetve átérezni, mert ez mindnyájunknak rendkívül fontos és nagyon nagy jelentőségű. Az a modellváltásnak köszönhetően létrejött, megvalósult stratégiának az egyik eleme, amely az ipar, ugye ezen belül az egészségipar, gyógyszeriparral való együttműködése a felsőoktatásnak, annak érdekében, hogy olyan innovációk tudjanak megvalósulni, amely hozzá tud járulni az ilyen jellegű tevékenységeknek a társadalmi hasznosságához, nem utolsó sorban nagy betűvel mondva az emberiség életminőségének javításához, és mint egyetem pedig a kibocsátott okleveleinknek az értékének növekedéséhez. Ezzel segítve az itt hallgatók és kutatóknak is a munkaerőpiacon való értékének növekedését, és hagyd tegyem hozzá, hogy ugye egyedülálló abban is, hogy ez egy olyan régióban is egyedüli együttműködés az egészségügyi klaszterral, ahol nem csak oktatás, kutatás és gyakorlati képzés van, hanem effektív gyártási tevékenység, amelynek gazdasági hasznossága is van, és ezáltal az ott termelt eredményt nem csak képzésre, hanem innovációra is lehet visszafordítani. Az új nemzeti gyártó, kutató, oktató középüzem jelenti az egyik garanciát arra, hogy a legmodernebb körülmények között tanuljanak a hallgatók, és végezzenek magas szintű, áttörő jelentőségű kutatásokat az itt dolgozó szakemberek. Olyan egészségipari ökoszisztéma épül az egyetem körül, amely Európában is egyedülálló. Ezek közül a most elkészült létesítmény az egyik legfontosabb. Az elmúlt években felépült új székház egyszerre lesz méltó otthon a Debrecen Egyetem gyógyszerésztudományi karának, és megkezdheti működését az épülethez tartozó nemzeti gyártó, kutató, oktató középüzem is, ami biztosítja, hogy az egyetem az itt folyó munkának köszönhetően kiléphessen a piacra, és gazdasági szereplővé is váljon egyben. Az, hogy egy ágazati teljes vertikumot, egy ennyire rigorózus minőségbiztosított ágazatban egy intézmény tudja, belül az nincs, a világon sincs sehol. Tehát azt gondolom, hogy ez Debrecen számára és az ország számára is egy nagyon komoly versenyképességi erő. Ez az épület túl azon, hogy gyönyörű, és túl azon, hogy a hallgatók olyan színvonalon kapnak minőségbiztosított oktatást, amit nagyjából sehol máshol. Ez arra van prédesztinálva, ugye kávinista szakkifejezéssel, hogy ez jövedelmet termeljen. Tehát ez egy termelőüzem is, és a gyógyszeriparban egy terméken a hozzáadott érték az rendkívül magas. Ha úgy tetszik, a nyersanyagárak és ugye a késztermékek bevételéből származó eredmények között igen nagy marzs van. Tehát azt gondoljuk, hogy az egyetem további fenntartására, finanszírozására, ez egy abszolút fenntartható jövőt garantáló innováció. A beruházás 12 milliárd forintba került eddig, ebből 11 milliárd forintot gazdaságfejlesztési operatív program biztosított, 1 milliárdot az egyetem.
de ahhoz, hogy a üzemi rész gyógyszerészeti minősítésben elkezdhessen termelni, még vannak további szükségletek, amit rá kell fordítanunk. Ez 2025-ben várható, hogy a nagyon szigorú gyógyszeripari minősítési eljárások után megkezdhesse a termelést is. És nagyon boldogok vagyunk azért is, mert ebben a pályázat csomagban, amiben ez a létesítmény is elkészült, termékfejlesztéssel is haladt a kar, és két olyan táplálékkiegészítő is elkészült, ami úgy gondoljuk, hogy új lesz a piacon, és annak a termelés is megtörténhet, már meg fog kezdődni hamarabb, de itt is folytatódhat, és további termékfejlesztésekre, gyógyszerészeti termelésre, beruházásra lesz lehetőség. És egy olyan ökoszisztéma jön létre ebben a Science Parkban, ugye a pilot üzemmel, meg a Nemzeti Oltóanyaggyárral, és még a további terveinkkel együtt, ami azt gondoljuk, hogy néhány év múlva talán világszinten is egyedülállóvá teszi a Debrecen Egyetem működő tudományos parkot és annak a üzleti potenciáját. Mi azt szeretnénk, és azt akarjuk, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országa legyen, többek között olyan beruházásoknak és olyan együttműködéseknek köszönhetően, amelyet ma avatunk, és amely itt a Debreceni Egyetem Science Parkjában készül. És igen, sikeres fiatalokat akarunk. Olyan sikeres fiatalokat akarunk, akik nemzetközi együttműködésben, nemzetközi csereprogramokon keresztül mérettetik meg tudásukat. És ha más nem teszi, mi megtesszük és biztosítjuk azt a Pannonia programot részükre, amellyel a világ vezető egyetemeire juthatnak el. És a magyar kutatás világhírű. A magyar kutatóknak olyan kutatási együttműködéseket biztosítunk, amely a Horizon programon keresztül vezető egyetemekkel a magyar kreativitást, a magyar elmét tudja megsokszorozni. Soha nem látott összeget. 34 milliárd forintot költünk arra, hogy Magyarország, a magyar modell a nemzetközi erőtérben is megerősödjön. Mi ezt kínáljuk azért, hogy Európa versenyképessége végre helyre billenjen.